lassan haladunk itt az M5-ös autópályán Budapest felé. Viszonylag normális forgalom mellett. Két óra hossza van még a megérkezésig Esztergomba. Sziasztok! A Hupuci család felkeregedett, hogy egy kicsit szétnézzünk, illetve kiránduljunk. Csak egy bökkenő van. Mutatom. Later. Ezt a kilátást nézzétek. És ha vaskapu, akkor itt van a kötelező kecske simogatás. Hello! Mit üzensz a nézőknek? Üzensz valamit a nézőknek? Nagyon, Szofi, nagyon, nagyon vagány szakállad van. Szavasz, kecske. Nagyon tetszett. És hát persze, hogy pont most nem hozom el a döglött macskát erre a mikrofonra. Lehet, hogy bele fog fújni a szél, mint az állat, de ez a kilátás, gyerekeket, ez valami eszméletlen. Ide úgy nézem, hogy nem is kell drón. Magáért beszél. Wow. Szép. Hát sikerült körbejárjuk a bazilikát, egy picit másképpen. Csináltunk pár képet is, és de tudjátok, hogy ma Márton nap van, úgyhogy otthon sül a Márton napi kacsa és a libacomb. És mell is. Igen, és a mell is, úgyhogy megyünk haza, mert farkashelyesek vagyunk. 2 hours later. Az a helyzet, gyerekek, hogy jön a tél. Ezt gondolom azok, akik nézik a trónok harcát, azok tudják, hogy mit jelent. Nos, a téllel csak annyi a baj, illetve az ősszel, hogy olyan rövidek a nappalok, hogy nagyon-nagyon korán kell fel kell ahhoz, hogy ha kint szeretnél a szabadban videózni, vagy fotózni, akkor legyen elég időd mindenre. Úgyhogy, hát ez van. Ilyen az ősz. Itt ez a fa, itt a hátam mögött. Két szót szeretnék szólni. Na, drónnal kapcsolatos. Én soha nem repültem még drónnal sötétben. És tegnap este úgy gondoltam, hogy felszállok innen az udvarból, és majd körbejárom éjszaka a bazilikát. Na hát addig jutottam, ameddig ez a fa útját nem állt a drónnak. Körülbelül ott van fönt a tetején a legcsúcsa, ahogy látjátok. Oda beleakadt, beleütközött, és hát az történt, hogy lezuhant ide szépen a betonra, és eltörött két propellerje, ami igazából tegnap este kicseréltem egyet, mert azt hittem, hogy csak az egyik tört el, de most kiderült, hogy a másik is eltörött, úgyhogy még jó, hogy nem zuhant le a gép, korosztán szívhattam volna a fogamat. Úgyhogy kell két darab szárny. Megmutatom a sérülést. Ott lett neki egy kis bibie. Jól van. Hát ennyi lett volna mára a vlog. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot. Ha nektek nem jött be a videó, akkor ez van. Viszont még mielőtt kattintanátok az ablakot, bezárnátok, még maradjatok egy picit, mert lesz egy kis meglepetésem
a végére. Sziasztok, találkozunk legközelebb. Bye bye!